Ebben a mai videóban a mellékvesék kortizollal kapcsolatos problémáit nézzük meg. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Újhelyi Szabolcs Zoárd. A mellékvesék a veséink csúcsán helyezkednek el, és két részből állnak, a belső és a külső részből. A mellékvese belső része inkább az idegrendszerhez kapcsolódik, míg a külső része a hormonrendszerünkhöz. A belső rész termeli például az adrenalint, míg a mellékvesek kérek felelős a kortizol, a DHEA és az aldoszteron termelődéséért, ez utóbbi a vér-nátrium-kálium egyensúlyát hivatott szabályozni. A testünk számára a rövid ideig tartó stressz, mindjárt rátérek néhány példára, az kifejezetten hasznos, mert ezáltal a mellékvesék kondiba maradnak, pont úgy, ahogy az izmaink is, hogyha edzünk, tehát a testünk stressztűrő képessége javul a rövid stressz helyzetek hatására. Ilyenek például az edzések, vagy egy pár kilométeres futás, az időszakos bőjtölés, a hideg-meleg vizes zuhany, a rövid ideig tartó oxigénhiány, akár ha mesterségesen idézzük elő, akár ha mondjuk víz alá merülünk, vagy ha mondjuk menekülnünk kell egy vadállat elől. Tehát minden olyan gyakorlat vagy élethelyzet, amely rövid ideig, egy-két naponta fokozott működésre serkenti a mellékveséket. A mellékveséknek akkor borul fel az egyensúlya, akkor fáradnak el, ha heteken, hónapokon át, minden nap, órákon keresztül fokozottan igénybe vannak véve. Ilyen hatásokat okoznak napjainkban a stresszes munkahelyzetek, a teljesítménykényszer, a körülöttünk lévő emberek, főként a passzív agresszorok, és az erőteljes érzelmi hatások, például a nagy veszteségek. Ezen állapotok következtében rengeteg stressz halmozódik fel a szervezetünkben, és kialakul egy olyan állapot, amit kortizol rezisztenciának nevezünk. Ilyenkor a kortizol már nem működik rendesen, ez egyik fő feladata a gyulladások csökkentése lenne, így a folyamat következményeként ugye gyulladások jelentkeznek a testünkben, melyek ugye betegségeket okoznak. A D-vitaminnak az egyik feladata, hogy csökkentse a kortizolt, tehát azáltal, hogy magas a kortizolunk a sok stressz miatt, rengeteg D-vitamint használ fel a testünk, és ez az egyik fő oka a nagyarányú D-vitamin hiánynak napjainkban. Ha az életmódunkból fakadóan nem akarunk vagy nem tudunk lemondani a rengeteg napi stresszről, akkor ezt az alvással tudjuk nagy hatékonysággal ellensúlyozni. Az alvás messze a legjobb mellékvese regeneráló. A napi stressz mennyiségével arányosan van szükségünk alvással töltött órákra, tehát például egy menedzsernek, aki naponta kerül konfliktusba emberekkel, több tucat embert irányít, meg kell feleljen a felsőbb vezetőknek mondjuk napi 8-10 órában, neki legalább ugyanennyi alvásra van szüksége ahhoz, hogy a mellékvesei regenerálódni tudjanak, és hosszú távon ne fáradjanak el. Terhelést rak a mellékvesékre a koffein és a kávé is, tehát kávé energiaitalok, a mozgásszegény életmód, és alapvetően a vitaminok, az ásványanyagoknak, a nyomelemeknek az alacsony szintje is. A legfontosabb mikrotápanyagok a mellékvesék számára a B1 vitamin, a C vitamin, a D vitamin, az elektrolitok, nátrium, kálium, kálcium, magnézium, és végül a cink. Ezen mikrotápanyagok szintjét csökkenti a kevés napontartózkodás, a finomított szénhidrátok, főként a gabonaételek, az alkohol, a zöldségmentes táplálkozás, a gyenge gyomorsav, tehát ezen rossz táplálkozási szokások miatt is gyengülnek a mellékveséink. A mellékvesékre terhelést raknak a vírusok is, például a jelen vírus is, de a három legerőteljesebb az az Epstein-Barr vírus, a citomegalovírus és a tuberkulózis vírusa. A mellékvesék egyensúlyának felborulásában sokféle probléma lehet, sajnos sokszor autoimmun betegség lesz a következménye, illetve a direkt a kortizollal kapcsolatos két betegség, az Addison-kór és a Cushing-szindróma alakulhat még ki. A gyenge mellékvese állapotában rendkívül fontos a jó minőségű fehérjebevitel, például a sok marhahús fogyasztása, illetve sok egészséges zsírféle, melyek például a halételekben, a vajban, az avokádóban, a zsíros marhahúsokban, az olívaolajban és a kókuszolajban találhatók meg.
Nagyon hatékony mellékvese regeneráló délutáni alvás, a mediterrán országokban élőknek ez az egyik titka a hosszú élethez, a délutáni siesta, illetve nagyon jók a szabadban eltöltött séták is. A superfoodok bevitele nagy segítséget nyújthat a mellékvesek állapotának javításához. Először is a méhészeti termékek közül a méhpempő és a virágpor, akár már napokon belül nagy változást tudnak hozni. Egyrészt a bennük lévő rengeteg vitamin és mikrotápanyag biztosításával, másrészt a hormonokra kifejtett hatásukkal, ugye a kortizol is egy hormon. A mikroalgák bevitelével is komoly változást érhetünk el, egyrészt hasonlóan a méhpempőhöz és a virágporhoz, a rengeteg mikrotápanyagok biztosításával, másrészt pedig gyulladást csökkentenek, ami felszabadítólag hat az egész testünkre. A harmadik superfood pedig, ami nagyon jó mellékvese fáradtságra, az a goji bogyó, főként a belőle készült gyümölcslét érdemes inni rendszeresen. Bízom benne, hogy hasznos volt ez a videó, és tudtam neked segíteni. További szép napot, és nagyon jó egészséget kívánok. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.